A felvételeken éppen az látszik, ahogy a rendőrök őrizetbe veszik azt a férfit, aki még 2024 februárjában akart kirabolni egy kocsolai vegyesboltot. A vádirat szerint a rabló gázriasztó pisztolyt fogott az eladóra és a napi bevételt követelte. Az eladó azonban bátor volt, nem adta oda a pénzt. Erre a vádlott elrakta pisztolyát, majd gyorsan elsietett. Az ügyet most másodfokon tárgyalták, az ülésen a vádlott nem jelent meg. A férfi ügyvédje szerint az elsőfokú eljárásban nem álltak rendelkezésre teljes körű bizonyítékok, hiszen a vádlottat uzsorások kényszerítették a rablásra, ezt azonban nem vették figyelembe az eljárás során. Elmondta, hogy egy fegyvernek látszó riasztópisztolyt vitt magával az elkövetést megelőzően ezen a napon, és nem azért vitte magával, hogy ezzel bűncselekményt tartson végre, hanem tudta azt, hogy a várján az utcán a uzsorások és a saját személyi védelme érdekében vette magához, de ennek a használatára nem volt lehetősége, mivel jelentős létszámban gyakorlatilag az uzsorások kényszerítették, és megfenyegették azzal, hogy akár az ő, akár a családja élete veszélybe kerülhet, amennyiben nem szerez pénzt. A fegyverről egy rendőrségi szaktanácsadó mondott véleményt, az ügyvéd azt is sérelmezte, hogy ezt nem egy szakértő tette meg. A vádlott ügyvédje új eljárást szeretett volna elérni, az ügyészség az indítványozásokat elutasította. 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő cselekményre beszélünk, ahol 7,5 év a középmérték, ez lett volna a kiinduló pont. Ehhez képest az enyhítő szakasz alkalmazásával 2 év körüli szabadságvesztés, igen, érvényes büntetés, a vádlott előilletére, hiszen felfüggesztett szabadságvesztés hatájára tanúsította meg a cselekményt, illetőleg a cselekmény tárgyi súlyára, de a kísérleti számolódásra is figyelembe, úgyhogy további említésre semmiképp nem lehetséges az ügyben. A bíróság rövid tanácskozás után ítéletet hozott. Rablás büntetének kísérletei a védelmet indított büntetőügyben a Dombóvári járásbíróság 2024. február 21 napján kihirdetett 9B24/2024/10 számú ítéletét helyben hagyja azzal, hogy a másodfokú eljárásban felmerült 7000 forint bőri költséget váltott köteles külön felhívással megfizetni az államnak. A korábbi 2 év 10 hónap börtönbüntetésről és 3 év közügyektől eltiltásról szóló ítéletet tehát helyben hagyták, az ítélet jogerős.